Hello srácok, és üdvözlök mindenkit, én Peti vagyok, és a mai videóban itt vagyunk az autótörő szimulátor harmadik részével, és egyébként ez a játék a Beam NG Drive, és tudom, hogy ez sokkal többről szól, mint szimplán autókat összetörni. Rengetegféle játékmód van benne, versenyek, rengeteg beállítás, meg nagyon részletesek az autók is, de én csak ugratgatni szoktam, meg összetörni őket általában. Majd lehet egyszer csinálok mást is, viszont szerintem most ugrassunk bele ebbe a forgó szerkezetbe, és lassítsuk be az időt. Úha. Ez a kerék ott jól érezheti magát biztosan. Ej, ej! Hú, hát ezt a lassítást még gyakorolnom kell. Jaj, szegény! Szegény! Most próbáljuk ki ugyanezt ezzel a sasas kamionnal. Viszont ezzel lendülettel kell menni, mert ez nehezen bír fölmenni itt az emelkedőn. Jó, jó, lassítás! Hogy áll a hátsó kerék? Jó, tehát azért olyan hatalmas nagy lendület nem kell. Hát pont a közepére esik ez. Nem tudom, hogy fog kinézni. Ajaj. Oké. Okay. Jaj. Hát megint kirepültem. Na most belemegyek csak ebbe a forgó dologba. Az nagyon csúnya volt. Hát... most egy ugyanilyet, csak százszoros lassításban. Én kíváncsi vagyok rá, hogy az hogy nézhet ki. Á, így igen, ez jó lesz. Jaj. Aj, nagyon csúnyán néz ki. Ebből is megint egy nagy utazás lesz ott abba az irányba. Nagyon gyorsítsunk rajta picit. Aha, hát igen. Egyébként azt, amelyik körül ott van fal, azt be lehet akasztani a kamionnal. Kíváncsi lennék, hogy van-e olyan jármű, amivel ezt meg lehet állítani, ami körül nincs fal. Na várj, ezt most százszorosban kéne megnézni szerintem. És már jön is. Hát ez kellemetlen. Na jó, hát most szerintem nagyon messzire el fogunk repülni. Na most megbosszuljuk a kamiont, meg azt a platós járművet, valami kis terepjáró, nem tudom. Hát ha leszedi, leszette rólam az egyetlen esélyt. Na majd most. Úha. Hát ez egy nagyon nagy pofon volt. Na majd most megmutatjuk neki, hogy mit tudunk. 62 mérföld per órával. Nem, már megint leszedi a fegyverem. Nem tudom, mi annak a neve, de leszette rólam már megint. Nem, a busz bebukott. Na, ez a gépezet jobban is gyorsul, mint a busz. Na most ráfordulunk. De nincs jó hangja annak a keréknek. Nézzétek, mennyi jármű tetemet kell most megbosszulnom. Gyerünk, kilökik a helyéről. Ne, esélytelen. Mindent szétpusztít, és milyen stabilan forog tovább. Még csak meg sem moccant. De, picit így mozgott, láttam. Akkor valahogy biztos el lehet pusztítani. Van egy ötletem. Mondjuk így egy ennyi talán elég lesz, remélem beválik a tervem velük. Hú, nem annyira értek a játékhoz, de itt ha jól tudom, próbáljanak meg elkapni, ugye? Hát próbálnak megfordulni egyelőre, azt látom. Jaj, hát ez mindjárt utolér! Nem bírnak elindulni, vagy én nem tudom mi van. Messzebb kellett volna lerakni egymástól őket. Hát ezek itt szerintem teljesen összeakadtak. Na most mindegyiket újra respawnoltam, és kicsit szétszórtam őket. Na most próbáljátok meg elkapni. Jaj, nagyon rám jöttek! Ne! Ne! A francba! Nem! Mit csináltatok? Mi történik? Hát mondjuk az, amit beállítottam. Jaj, még mindig jön egy. Hát mondjuk ez csak a busz. Hát igen. Ne! Hátrafele néz előttem nagyon. Jó, most nézzük így. Most 5 darab olyan destroyert raktam le. Gyertek, kövessetek. Csak egyenesen kell jönnie mindegyiknek. Ebből nem lehet probléma. Én ide jövök. Így, és megállok előtte. Jó, és gyertek. Ajaj, ez ott kellemetlen lesz. Hát igen. Remélem jönnek a többiek is, és nem váltanak irányt, hogy én elrepülök, hanem most már beleszáguldanak. Gyerünk, menjetek bele! Hát, ez nem teljesen jött össze. Lehet, hogy a kis autóban van a titok. Senki nem gondolná, de közben ő tud a legnagyobb pusztítást végezni? Hát ez majd mindjárt kiderül. Mit? Azt! De megijedtem. Felgyorsult az idő. Ez hogy történt? Eddig még nem bírtam felgyorsítani. Én a lassítást nyomtam, miért gyorsult be? Akkor ezt most nézzük meg lassúban is. Szia, te kis feltuningolt golfkocsi. Nézzünk másik pályát. Ó, itt vannak ugratók. Nem is tudom, hogy melyik legyen. Az ott mi az az ugrató? Ott van. Ez ilyen nagy, azt hittem kisebb lesz. Na, de nekem nem ilyen autó kell. Akkor ide vigyünk valami sportot. Ő jó is lesz. Elektromos. Értem. Ez... ott volt egy szikla. Na ugrassunk, ezzel gyorsan fel fogunk gyorsulni. Jaj, mondjuk a betonon kéne menni. Nem a beton volt a jó, hát hogy felcsapott? Hogy felcsapta a kocsi hátulját? Na várjál, lassítsunk egy picit.
Lehet ennél szebbet csapódni. Az ott micsoda? Na majd most itt nehogy ugratni Mary a francba. Majd most ez jó lesz, ez... Nem, megint megcsapódtam, de mindegy. Mondjuk most sem fog olyan nagyot ütődni. Az lenne jó, hogyha csak lelapulna teljesen, de ez azért nem teljesen olyan. Visszaugrott. Ez egy leveli béka. És emelre itt is van valami ugrató. Jaj, de nem, jól megyek rá föl. Húha, azt figyeljétek. Na majd most, ez jó lesz. Nézzünk csak körbe, mi van még itt a pályán? Hú, ott van valami érdekesség. Milyen szemszögből nézzük, gyerekek? Mondjuk így innen előről. Hát igen. Eltűnt a kocsinak az eleje. Az a pálya ott a messziségben nekem megtetszett. Jó, na nézzük. Nem tudom itt mekkora sebesség. Így kell ezt. Jó. Most menjünk egy karikát. Vagy... Nem tudom. Nem látok. Hogy? Hogy maradtam fönt? Nem láttam vagy pár másodpercig semmit. Jó. Jó, még mindig fönt vagyunk. Nem! Ez itt micsoda? Ugrassunk már át. Ho? Sok volt a lendület. Így kell lazán ugratni. Vajon ez is egy olyan pálya, amin végig lehet menni, vagy ez csak itt ugratgatásra van? Jaj, nem, ezt szépen akartam! Mindenféleképpen ott föl kell menni, mert amúgy meg lezuhannánk. Nem, a levegőben nem lehet irányítani a kocsit. Ez itt nem a GTA. Ez még így jó is lehet. Gyerünk. És megvan! Jó, ez is meg lesz! Nem lett meg. És akkor... Fölmegyünk. Ne! Francba! Próbáljuk meg a másik irányból. Ez az! Jaj, ne, egyből zuhanunk tovább a következő helyre. Annyi baj legyen. Ez ott már talán a vége. Hát amúgy, hogyha nem szed homolgatnék le folyamatosan és élednék újra ugyanazon a helyen, akkor biztos végig nem jutottam volna ezen. És kijutottunk. Bocs, rácok, csak kicsit megéheztem. Nem tudom, mi ez a pálya, valami platform jam, de én inkább visszamegyek a lapos pályára. Ez a szerkezet igen szépséges lesz. És szerencsére pont van itt egy rámpa. Mondjuk nem is kellett volna eljönni milyen messzire, de most már, hogyha eljöttünk, akkor nyomassuk azt a gázt. Hát ez... Igen. Gondoltam, hogy nem fog olyan hatalmas nagy károkat okozni. Várjál már, hát még gurul a kocsi. Menjünk bele szépen lassan. Még mindig megy, na jó. Akkor most nézzük meg, hogy mit művel egy nagyobb darab terepjáróval. Ezzel szépen lassan guruljunk bele. Hát igen. Nézzük meg egy még nagyobb járművel, ez szerintem valami monster truck lehet. Ezt is belassítjuk. Így. Ajaj, mindjárt elkapja az első kis pöckét. Hát azt meg is ette. Annak annyi. Ennek a gumiát összepréseli vajon? Nem, mondjuk azt szerintem nem fogja összetörni. Nem, a gumi az egyben maradt, viszont... De nem mondom, hogy használhatatlan, mert még gurul. Ja, hát vár, nem gurul, csak pörög a kereke. Leszpawnoltam egy ágyút. Ezzel lehet egyáltalán valamit csinálni. A space-szel lőni! Gyere csak ide, te busz. Mert mi van, hogyha én innen meglövöm, belassítom az időt, és átváltok a buszra? Ja, már eltalálta. Mi van, hogyha én innen meglövöm, elmegy vajon addig? Meglövöm, leállítom, vagyis belassítom az időt, ott megy a golyó szépen. Gyere csak, te golyó. Elrontottam. Nézzük, mit művel egy ilyen kis aranyosabb autóval. Egy ágyúgolyó. Nem akartam ezt! Először az időt akartam belassítani, csak annyiféle gombot kell itt nyomkodni, hogy ez én nem szoktam még hozzá. Jó, na most menjen az a lövés. Kicsit gyorsítsunk rajta, jó? Hú, az ott a szélvédőn fog bemenni. Aha. Szia. Ez elviszi a kocsit magával. Egy nagy utazásra. Hellóka. Nézd, az ágyúgolyó még csak most szállt ki belőle. Hát kis autó, itt most vége az életednek, sajnálom. Igen, itt lehet látni, hogy hol volt a probléma. Az ágyúgolyó nem tett jót. Hogy széthúzza, mint hogyha nem is tudom, mint tényleg gumiból lenne az egész. Szevasz. Ez mit tudhat ez a vadállat? Ez kilő. Aha, tehát ez lehet föl, meg le. Hát állítsuk így föl, és lőjük ki. Szegény. A busznak is bele kell, hogy férjen, max egy picit kilóg belőle. Föl se bírok vele menni. Ne! Jó, a busznak kell egy kis lendület, hogy be tudjon oda menni. Viszont lehet, hogy neki fogok ütközni így a falnak. Hát majd meglátjuk. Nem így gondoltam. Jaj, hát ez nem túl egyenes. Hő!
Jó, a busz ennyire fért bele. Jó, fölmerjem emelni. Ennyire föl lehet emelni, hát akkor ezt belecsúsztatjuk. Gyerünk, busz. Ne szórakozz velem, csúsz bele. Csúsz bele! Jó, hát úgy tűnik, hogy nem csúszik bele, szóval kilövés. Ez volt a nagy kilövés, hát busz, én csalódtam benned. Jó, ennek már simán bele kell, hogy férjen. Easy peasy. És akkor 3, 2, 1, kilövés! Szép! Hát csak már összetörik a kocsi kilövés közben, tehát itt már nincs minek összetörnie. Hiába lassítom be, hogy jól nézen ki a felvétel. Hát mondjuk összetört az a kis csomó, ami maradt belőle. Szép! Tudjátok, mit kéne az egyik videóban? Egy ilyen ágyúból belelőni egy járművet egy ilyenbe. Hogyha tetszik nektek az ötlet, akkor erre a videóra nyomjatok egy lájkot, és biztos, hogy csinálok egy olyat. Van ilyen préselő is? Hát én beálltam középre. Indítsuk el a prést. Ojaj, hát igen. Igen, sejtettük, hogy ez lesz a vége. És ennek most kocka alakja van. Nézd, még forog a kereke. Jól bírja. Viszont srácok, ez a videó most ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Hogyha tetszett, akkor nyugodtan nyomassatok rá egy lájkot. És hogyha szeretnétek még ilyen videókat, akkor azt írjátok meg kommentbe, mert én nagyon szeretem ezt a játékot, szóval szívesen visszahoznám ezt a sorozatot és folytatnám a csatornán. Viszont még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Legyen további szép napotok. Sziasztok!